Hosszú távú megállapodás született a Portép Kft. És a Mávelőre Sportakadémia között, amelynek keretein belül 3300 négyzetméteres sportkomplexum kerül megépítésre Székesfehérváron. A Mávelőre Sportklub elnöke Tálos Péter, a klub ügyvezető igazgatója Kovács Krisztián, valamint a Portép Kft. Ügyvezető igazgatója Lévai Gergely írta alá azt a szerződést, amely új szintre emeli a székesfehérvári röplabdázást. A klub sajtótájékoztatóján részt vett Mészáros Attila, városunk alpolgármestere is. Én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos, hogy a város legrégebbi sportegyesülete ismét egy fantasztikus pályán van, és azt gondolom, hogy ritkán mondjuk, de dr. Tálos Péter elnök úrnak ezúton is szeretném a város közössége nevében megköszönni, hogy az elődöket, munkáját folytatva, azt csapatával együtt megtöbbszörözve, most már egy fantasztikus régi fényében tündöklő Mávelőrét láthatunk itt Fehérváron, ahol tényleg az ászlós hajó a női és a férfi röplabda csapat, de másik 12 szakosztályban is nagyon komoly munka folyik, úgyhogy ezért köszönet elnök úrnak és csapatának. A megállapodásnak köszönhetően az év végéig elkészül a röplabda komplexum. Az Alba ipari zónába tervezett objektum három részre lesz osztva, kialakításra kerül benne egy extraligás versenypálya, ahol keresztben is lehet egyszerre két pályán edzést tartani, egy csarnok rész utánpótlás centerpályával és egy 150 négyzetméteres konditerem. A harmadik csarnok részben három strandröplabda pályát építenek ki. Tudomásul kellett vennünk, hogy a mai realitás az, hogy milliárdokból nem lehet csarnokot építeni, így aztán egy hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttünk egy vállalkozással, amelyik ezt a csarnokot felépíti, és kialakítja számunkra benne a röplabdázók és más sportolók számára alkalmas tereket. Jó hír, hogy a munkálatok már megkezdődtek a helyszínen, és a Mávelőre SC sportolói minél hamarabb otthonukká tehetik az klub új sportkomplexumát, hiszen időközben megszülettek a CEV Challenge Kupa első két fordulójának párosításai. A sorsoláson kiderült, hogy a férfiak már az első körben pályára lépnek, míg a női együttes a legjobb 32 között csatlakozik be a küzdelmekbe.